Nyilvánvaló az, hogy ez egy nagy probléma a legtöbb ember számára, ilyen vagy olyan formában a párkapcsolat, illetve a házasság, az nem egyszerű, különösen akkor, amikor az ember arra fókuszál, hogy a hua útját járja teljes szívéből és teljes lelkéből és minden erejéből. Szerencsés az, aki talált olyat, akivel egy gondolatom vannak, egy céljaik vannak, és mindketten ezt az utat járják, azonban a tapasztalataim alapján, amiket hallok, az alapján ez a legtöbb esetben nem így van. Annyit még, hogy azok számára, akik esetleg még nincsenek párkapcsolatban, és az úton vannak, az első és legfontosabb szempont mindig az, hogy hogyan tudjuk saját magunkat rajta tartani a keskeny úton, hogy a végén eljussunk a szűk kapuhoz. Ez az első és legfontosabb feladata mindenkinek az életben. És szerintem, amikor ezt megérti az ember, onnantól kezdve ez a párkapcsolat dolog nagyon egyszerűvé válik, hiszen egy egész más. Kritériumrendszer lesz az, ami, ami alapján a válogatás történik, és az emberek 99%-a kiesik a, abból a halmazból, ami lehetséges. Én azt javaslom, hogy mindenki azt tartsa szem előtt, ami a legfontosabb, saját magát tartsa rajta az úton, fejlődjön, tanuljon, olvassa az írást, Imádkozzon hogy a Huához, hogy intéz az életét, és segítse úgy, ahogy ő azt jónak látja nem úgy, ahogy mi szeretnénk. És amikor ő elérkezettnek látja az időt, majd akkor ő fog az útunkba küldeni valakit, akiről ő azt gondolja, hogy megfelelő számunkra. De azon emberek sokasága, akik később ébredtek rá az igazságra, miután már meghozták ezt a döntést, Éntő példa kell, hogy legyen mindannyiunk számára, hogy ez egy igen komoly döntés, és egyáltalán nem olyan egyszerű megoldani, mint ahogy azt a világ előadja. Mindannyian követünk el hibákat, és gondolom nem csak a saját nevemben beszélek, de én elkövettem az összes, amit lehetett, plusz még néhányat, de még mindig. Valahogyan kihozott belőle, jahua, hiszen tudja, hogy tudatlanok, tudatlanok vagyunk, és ostobák, és gyengék, és ezért segít minket, de mindennek megvan a következménye. És én tudom jól, hogy ezzel valószínűleg a legtöbben egyet értenek, de a helyzet, amiben vagyunk, mindannyian, minden egyes ember, az a mi döntéseinknek a következménye. És senki más nem lehet azért hibáztatni, amilyen helyzetben vagyunk. Egy biztos, és az az, hogy amennyiben az ember keres, a teremtő szava mindig ad valamiféle útmutatást, vagy vigasztalást, vagy bátorítást, és amiről most szó lesz, illetve az az egy fejezet, amiről ebben a videóban szó lesz, szerintem. Egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan kellene mindannyiunknak viselkedni minden szituációban. Ő az, jahua, aki harcolja a háborút helyettünk. A mi feladatunk az, hogy igazakként járjuk az utat, követve az ő instrukcióit, a toráját, a hitben, és azt csináljuk, amit ő akar. Amennyiben ezt tesszük, ő majd vágja az utat nekünk. De természetesen tudom, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni. Azonban, amiről szó lesz most, ez a fejezet egy nagyszerű példája ennek. És mindazok számára, akik olyan párkapcsolatban vagy házasságban élnek, amelyikben a másik fél nem akarja az utat járni, vagy ellenséges azzal szemben, hogy bármiféle módon nehézségeket támaszt és megnehezíti az életed, azok számára ez szerintem rengeteg tanulsággal fog szolgálni. Úgyhogy nézzük meg, miről is van szó. Ez Semuel Aleph, azaz első Sámuel 25-ös fejezet lesz, és így kezdődik. Meghal pedig Shmuel, Samuel, és egybe gyűl le az egész Izrael és siratták őt, és eltemették az ő házában, rámában. Dávid, Dáúd pedig felkelt, és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máomban, akinek jószág a Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt, háromezer juha és ezer kecskéje volt néki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az ember pedig nábálnak, feleségét Abigailnek hívták, aki igen esztes és szép termetű asszony volt, a férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala a Káleb nemzetségéből. Nézzük meg, hogy mi az, amit megtudunk Nába nevéről. Ugye ez Nava vagy Naba, és a jelentése pedig annyit tesz, hogy bolond. ő ugye most már tudjuk azt, hogy ki, illetve meg fogjuk tudni, hogy, hogy ki volt ő. Ha megnézzük, hogy mi a szót ő, amiből ered, akkor látjuk azt, hogy kilencszer bolondként, ötször pedig bolondosként, vagy pedig gonoszként, bolond emberként használták, használják a az írás során. És a jelentése az bolond, értelmetlen, vagy pedig bolondos. Ez maga a Nábál szó, amiből ugye Nábál neve ered, és ha még tovább ásunk, akkor pedig kiderül az, hogy mint igen, annyit tesz, hogy értelmetlenül viselkedni, bolondként viselkedni, bolondozni, vagy pedig valakit bolondként kezelni, lenézni valakit, lesüllyedni, lejteni, lezuhanni, és a többi, és a többi. Ezzel ellentétben Abigail neve érdekesebb. H26. Avigail, Avigail. Ugye Abigail vagy Abigail, aminek a jelentése annyit tesz, mint hogy az én apám öröm szó szerint. Két szóból áll, az egyik az ugye az ab, ami annyit tesz, hogy atya vagy apa, ezek kettőszázszor szerepel ebben a jelentésben, és valakinek az apját jelenti, vagy magát, ugye a teremtő el a hímet, mint az ő népének az apja, más jelentésben pedig valaminek a fője, valaminek az alapítója, egy családnak családfő, családalapító, vagy pedig bármilyen csoport, család vagy Klánnak a vezetője őst jelent, és eredetet, valaminek az eredetét, egy osztály, egy népnek a kialakítóját jelenti. Az ab szó, míg a gale szó pedig annyit tesz, mint öröm vagy örülni valaminek. Az ige, amiből ered a gale, az ugyanezt jelenti, hogy örülni valaminek vagy pedig uh, lelkesedni. Úgyhogy annyit tudunk, hogy Nába volt a pásztor és a felesége volt Abigail. Nézzük, ugye Káleb nemzetségéből való, aki emlékszik rá, Káleb volt az, aki Jahusuával, vagy Jahusával, vagy uh, Józsuéval bevonult a, az ígéret földjére. Ő volt az a kettőből az egyik uh, kém, aki, aki azt mondta, hogy el tudják foglalni az ígéret és le tudják győzni az ott lakókat. Négyes vers, és meghallotta Dávid Daúd a pusztában, hogy Nabá a juhaid nyírja. Elküldte azért Daúd Dávid tíz ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, amikor Nabához érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. És így szóljatok, légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyilatod, a te pásztorait pedig velünk valának, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg Kármelben valának. Ugye Dávid, ahogy mindig is tett mindent, igaz emberként és a teremtő útját járva, udvariasan elküldte az embereit, hogy köszöntsék Nabát, és tájékoztassák arról, hogy ők jól bántak a pásztoraikat, és megvédték őket. 8-as, kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked, legyenek azért ez ifja, kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed közt van, szolgáidak, és a te fiadnak. Dávidnak. Ugye ennek a szolgáltatásnak kéri a az ellenértékét úgy mond, hogy gondoskodjon róluk ugyanúgy, ahogy ők gondoskodtak róla. Ahogyan azt megkívánja a teremtő. 9-es Elmenének azért Dávid szolgái szólának bálnak, minden beszélek szerint a Daud nevében is várakozának. Nabá pedig felelet Daud szolgáinak, és mondta, kicsoda Daud, és kicsoda Isainak fia. Mai napság sok szolga van, akik elszöknek uraiktól vegyen azért kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágottam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Ugye, ahogy említette korábban, Nabal egy bolond, de ezen kívül még egy úgymond gonosztevő, aki nem követi a hua útját, és ő nem hajlandó a jótett helyébe jót cselekedni. Akkor megfordulának a Daud szolgái az ő útjokra és visszatérnek, és mikor megérkezének, értesítették őt minden beszédek felől, és mond a Daud az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját, és felköté mindenki a kardját, Daud is felköté az ő kardját, és felment Daud de után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Ugye, miután visszautasította -e ezt nabba, ezután Dávid Daud felszerelt a katonáit, és megindult Nabához, hogy elég tételt vegyen. 14-es Abigail pedig Nabá feleségét értesíti a szolgák közül egy ifjú mondván, Imi Daud követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzé őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és a semmink nem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfa, mint éjjel, mint nappal, az alatt az idő alatt, míg velük valánk, mikor a juhokat őriztük. Ugye a szolga beszámol arról, hogy mit tettek ezek az emberek értük, hogy védelmezték őket, mi alatt ők legeltették a nyájat, és vigyáztak rájuk. 17-es vers így szól. Most azért értsd meg és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat néki. Ugye még a cselédek és a szolgái is ismerik Nabált, hogy milyen ember. Amikor Abigail sietvevőn 200 kenyeret, két tömlő bort, öt juhot elkészítve, öt mérték pergát búzát, száz kötés asszuszölőt, kétszáz kötés szárazfügét, és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, Ímé, én utánatok megyek, de férjének na bálnak, nem mondá meg. Ugye Abigen megértette, hogy mi az, ami, ami készülődik, hogy gyakorlatilag mindenki el fog pusztulni, ezért ő az, aki meghozta a döntést, és, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, leereszkedik a hegynek mellékösvényén imétáud, és az emberei lejövének elejébe, és összetalálkozik velük. út pedig mondotta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, ami a pusztában van, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nékem. Úgyhogy fontos az, hogy ezek a dolgok kiártak tulajdonképpen Daud embereinek, hiszen ők voltak azok, akik a szolgáltatást nyújtottak, akik segítettek nekik, védelmezték őket. Ennek ellenére Nabal nem tartotta meg a ráeső részt, és nem úgy viselkedett, ahogyan azt Jahua a törvényekben leírta, de nem csak most, hanem általában ő nem úgy viselkedett, hiszen a szolga is tudta, a felesége is tudta, mindenki tudta, hogy na bál, milyen ember. Ezt csak azért mondom, mert az elején olvashattuk azt, hogy nézzük meg újra. Abigail, aki eszes és szép asszony volt, ugye az eszes annyit jelent, hogy ő ismeri Jahua szavát. Nem arról van szó, hogy ő jó volt matematikából, vagy irodalomból, vagy jó volt, sakkozni. Arról volt szó, hogy ő egy igaz ember volt, aki a törvények szerint és is ismerte azokat. Ez a szó, hogy SS, ez ugye se kell, ami annyit tesz, hogy megértés, bölcsesség, vagy bölcs valakinek van értelme, mint rálátás, betekintés, értelem, jó érzék, vagy pedig eszes. Gyakorlatilag két ellentétes személyiség volt, aki együtt élt, na a bolond, aki, aki a törvények ellenére járt, illetve Abigail, aki a bölcs volt, aki tudta, az instrukciókat, és az szerint is élt, amint azt meg fogjuk látni. 22-es. így szó. Úgy cselekedjék Elohim Daud ellenségeivel, és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Úgyhogy Daud, David eléggé elszánt volt, hiszen. hiszen ő, ő úgy érezte, hogy a jó helyet rosszal fizetett néki na bá, és. E, jogosan teszem hozzá. 23. Mikor pedig meglátta Abigail Daúd a Dávidot, sietve leszállott a szamára, arca leborul a Dávid előtt, meghajtá magát a földig. És az ő lábaihoz borul, és mondta, ó, uram, én, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló lányod, te előtted is hallgass meg a szolgáló lányodnak szavait. Úgyhogy Abigail nem csak, hogy bölcs volt, és tudta az instrukciókat, és azt szerint is élt hanem pontosan tudta, hogy mit jelent az alázat, és mit jelent az, hogy alázatosan járni ezt az utat, és engedelmesen járni ezt az utat. Hiszen azt mondja, hogy ő a bűnös, ennek ellenére engedje meg, hogy szóljon. Hiszen ő, őnek is semmi köze nem volt az egészhez, hiszen na az, aki a döntés hozza. 25. Kélek, ne törődjék az én uram Nabála ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgálányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél volt. Ennek ellenére azt mondja, hogy ő maga a bűnös. 26. Annak ellenére, hogy nem is tudott erről az egészről, hiszen ő nem is látta a szolgákat, akiket elküldött hozzá. Most pedig, óram, él Jahua, és él a te lelked, hogy Jahua akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban elsél, és ne kezeddel szerez magadnak elégtételt. Nem, is, nem is csak az a lényeg, hogy, hogy ugye két különböző személyiség van egy, él egy házasságban, és bele más igában élnek, hanem az is, hogy pontosan tudja Abigail, hogy azzal, hogy Daúd vagy Dávid elégtételt vesz, ezzel az igazságszolgáltatása saját kezébe veszi, és nem cselekszi azt, amit Jehua mondott. Tabarim 5. Mozes 32-35-ös, így az enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorít, meg közel van az ő veszedelmük nap, és siet, ami rájuk vár. Ugye ő az, aki bosszút áll, és ő az, aki megfizet az ő népén, vagy azokon, akik őt követik, azokon a sérelmeken, amik rajtuk estek. De ugyan erről ír későbbiekben ugye de Daud Tehelim, 94-es Zsoltárok. Uram, Jahua, bosszú állásnak hatalmassága, bosszú állásnak hatalmassága, jelenj meg! Ő az, aki bosszút áll, nem pedig mi. De ugyanerről beszél Saul és a rómaiakhoz írt levelében, 19-es vers, 12-es fejezet magatok bosszút, ne álljatok szeretteim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja a hua, ugye az előbb olvastuk, hogy hol. És visszatérve Abigailhez, akár akármennyire is bölcs volt Dávid, még így is hibát követett volna el. És egy igaz ember, akár férfi, akár nő, akár gyerek, teljesen mindegy, egy igaz ember, ha az instrukciók alapján él, a tora alapján, akkor mások életét is képes pozitívan befolyásolni, nem csak a sajátját. És erre egy nagyszerű példa az, amit Abigail tesz, hiszen nem, hogy, nem csak, hogy a saját háztartását védi meg, hanem ugyanúgy megakadályozza azt, hogy Dávid vagy Daud bűnbe essen, illetve ne az szerint cselekedjen, ahogyan a teremtő azt meghatározta. Így folytatja, most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint a ba, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. Ugye arról beszél, hogy olyan legyen az összes ellenség olyan bolond, mint amilyen a ba, és mindenki, aki Dávid ellen felkerekedik, az mind hasonló legyen. 27. És most ezt az ajándékot amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsáss meg azért a te szolgáló lányodnak védkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat építi a hua, mert a huának harcait harcolja az én uram, és gonosság nem találtatik te benned a te életedben. Érdekes az, hogy vajon ho majd, hogy nem Majdhogy nem profétai az, amit mondott, hiszen Dávid volt talán az egyetlen, illetve hát nem az egyetlen, de azon kevesek egyike, akik szinte hibátlanul járták a teremtő útját, és úgy emlékeznek rá valóban, ahogyan itt leírta Abigail, és még egyszer megerősíti azt, hogy ez az ő védke volt, annak ellenére, hogy nem is volt ott, nem is tudott az egészről. Úgyhogy elhozta az ajándékot, nekik átadta, és el, magára vállalta a férje bűnét, annak a bűnét, aki ráadásul egy bolond, aki még nem is követte a teremtő útját, és mindemellett tudta azt, hogy Jahua kegyeltje lesz Dávid, és mekkora sikereket fog elérni ami szerintem egyértelműen arra utal, hogy a bölcs ember követve a útját lesz bölcs. És ez által válik bölcs, nem pedig azáltal, mert ő sokat tud erről, vagy arról, vagy sokat olvas. Egész egyszerűen a szelleme van az emberrel, amíg az úton jár, és így sokkal többet tud, mint azok, akik nem ezen az úton járnak. Teljesen mindegy, hogy férfi, vagy nő. 29-es ico. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözön és életed ellentörjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába leend, bekötve a huánál a te hatalmasságodnál, ellenségeinek lelkét pedig a paritjának öbléből fogja elhajítani. És ha már a profétaságnál tartunk, és arról van szó, akkor érdekes, hogy, hogy ugye Góliát elleni harcban, ő paritjával győzi le Góliátot, és itt arról beszél, hogy, hogy Dávid lelke, mint egy csomóba van bekötve. Természetesen ez egy metafora, és az élőknek csomójába lent bekötve, azaz ő az igaz utat jár, hiszen az él, aki az igaz úton jár, így ő mindig is ezen az úton fog járni, így az élőknek csomójába lehet bekötve azaz az abba a, a, csoportba tartozik, azonban érdekes az, ahogyan a kép, ahogy leírja, hogy egy paritja, hiszen az ellenségeinek a lelkét pedig a paritjából fogja elhajítani, abból a paritjából, amelyen legyőzte góliátot, és, és ugye elismerést nyert mindenkitől. És az ellenségeinek lelkét egy ebből a paritjából fogja elhajítani. 30-as, és amikor Jahua megadja a jót az én Uramnak, mind az szerint, amit megmondott a felőled, és téged fejedelmű rende Izrael fölé, tehát azt, azzal is tisztában volt, hogy Dávid lesz Izrael királya, akkor, ó Uram, nem leendeznéked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én Uram saját maga szerzett magának elégtételt mikor azért jót tesz, jahú, az én urammal emlékező megszolgáló lányodról. Tehát, akkor, ha esetleg király lett volna, de egész életében az, hogy ok nélkül itt most ezeket az embereket és mindent lemészárolt és elpusztított, akkor természetesen furdalta volna a lelki ismeret. De nem csak az, hanem ezáltal folt esett volna a, a hírnevén, hiszen ezt elköveti, és ettől Ettől mentette meg Abigél azzal, amit tett. És mondta Daud Abigélnek, áldott legyen a Izraelnek hatalmasága, aki téged ma előnbe küldött. Ugye az első, hogy Dávid megköszöni ezt Jahuának a teremtőnek, hiszen tudja, hogy mindenki azért teszi, amit tesz, mert ilyen vagy olyan módon Yahuah erre mozdítja a gonoszt, a gonoszt. A jó, az igazat pedig az igazra. Természetesen a gonoszról csak elfeledkezik és leveszi a szemét, és onnantól kezdve már az ellenség irányítja azt. Azonban így vagy úgy mindenki az ő úgymond tervét hajtja végre, és az ő elképzeléseit valósítja meg a gonosz büntetésként, az igaz pedig jutalomként. 33 ezután köszöni csak meg Abigélek és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Először megköszöni a huának, hogy erre mozdította ezt az embert, utána pedig megköszöni az embernek, hiszen ő hallgatott rá és megtette. És megakadályozta ezzel azt, hogy meghaljanak azok az emberek, és ő maga gyilkosságba essen és ő maga próbáljon elégtételt szerezni. A teremtő tanácsának és parancsaidnak ellenére. 34. Bizonyára él hua, Izrael hatalmaság, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedje, mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy ne bálnak, nem maradt volna meg reggere egyetlen ebbe sem. Ez az pontosan, ami történt abig ilyen megakadályozta azt, azáltal, hogy hallgatott a teremtőre, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. És átvevé eh, Daud az ő kezéből, amit hozott néki, és mondanéki, ki, eredj el békességben a te házathoz, lánst hallgattam a szavadra, és megbecsültem személyen. És ezután Dávid alázatosan elismeri annak a nőnek, akit nem is ismert aki tulajdonképpen az ő szolgálója, hogy igaza volt, és igazul cselekedett, és megmentette őt. Azért, mert mindkét ember az instrukciók alapján élt, és mindkét ember pontosan tudta, hogy mit jelent az alázat, de legfőképp az, hogy mindketten, hogy a huát szolgálják azzal, amit tesznek. Hiszen bármennyire is jelentéktelen bármelyiknek is az élete, ezzel a kis dialógussal, ami lezajlott, ezzel a párbeszéddel, vagy ezzel az eseménnyel, ami most itt lezajlott, ezzel két ember megmentette egymást tulajdonképpen. De él legfőképp mindenkit. Azonban ez csak akkor működik, ha az ember a tara az instrukciók alapján él, úgyis cselekszik, és legfőképpen tudja, hogy mi az alázat, és mi az engedelmesség, hogy felé és a saját embertársai felé. Ugyanúgy a király, ahogyan a szolgáló tudta. Eddig csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy különösen azok, akik most olyan kapcsolatban vagy házasságban vannak, ahol az egyik fél próbálkozik, a másik nem, azok számára, hogy mi a leges legfontosabb. A leges legfontosabb az, hogy úgy éljünk, ahogy Jehova azt meghatározta. Ez az elsődleges szempont mindenkinek az életében. Mindaddig, amíg a keskeny úton halad valaki a szűk kapu felé, addig nagyszerű. Ez a legfontosabb. Hiszen amint az kiderült már eddig is, majd ő segít annak, aki megérdemli, akkor, amikor az idő eljött, és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. És ezáltal, lesz a mi életünk. Tökéletes, hiszen hagyjuk azt, hogy a hua legyen az, aki irányítja, és ne pedig mi próbáljuk irányítani a mi életünket, úgy, ahogy Dávid akarta. Azonban nézzük meg, hogy mi történik abigail és Nabálak, mert szerintem ez is tanulságos lehet, sőt, szerintem ez az igazán, ami tanulságos lesz. 36. Mikor pedig Abigail a bához visszaérkezik, ímé e olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és a bál szíve vigadozik azon, igen megrészegedett azért, ő semmit sem mondott meg néki, sem kicsit sem nagyot egészen reggelig. Ugye Bál, mint minden bolond, csinálja, éli az életét, fogalmas is arról, hogy mi történik körülötte a világban, és hogy ha a felesége Abigail nem, nem teszi mindezt, amit tett, akkor ő már régen sehol nem lenne, mint ahogy azt arra rászolgát volna. Azonban amíg én megint csak úgy cselekedett, mint, mint ahogy eddig, és nem mondott neki semmit, hiszen tudja, hogy a részeggel fölösleges tárgyalni. Különösen akkor, ha még ráadásul egy bolond is. De 37 így a reggel pedig, mikor na bá kiózanodik, megmondá néki felesége ezeket a dolgokat. És elhala az ő szíve ő benne, és olyannál lőn, mint a kő. Mikor na bá kiózanodott, megértette ezt az egészet, akkor e, pedig ez történt. Most azt, hogy ki, hogy értelmezi ezt, hogy olyan lesz, mint a, mint a kő, az majd meglátjuk, de a lényeg az, hogy 38 és, és mint egy 10 nap múlva megveri a Bált, és meghal Hiszen igaztalanul cselekedett, úgy érte az egész életét, és nem törődött semmivel, és mulatozott akkor, amikor meg lett volna a lehetősége arra, hogy visszafizesse azokat, akik vele jó, jót tettek. És a elérkezettnek látta az időt arra, hogy megbüntessen a bát. És ha, ha, belegondol mindenki, akkor mikor figyelmeztette a szolga abigail hogy jön Dávid, Abigail szeretette volna a sátorfáját, elmenekülhetett volna, és úgy is meghalt volna na bá, és ő úgy is szabad lett volna. És bár biztos vagyok benne, hogy megfordult a fejében, és biztos vagyok benne, hogy azt szerette volna tenni, nem azt tette azért, mert az igaz ember nem úgy cselekszik. Az igaz ember tudja, hogy a ja, hua harcolja a harcot vele, és a mi dolgunk csak az, hogy járjuk az utat. Ezért nem azt tette, hanem azt tette, ami helyes. Ahelyett, hogy azt tegye, ami neki jó lett volna. És igaza lett, hiszen Jahua nem is késlekedett igazából túl sokat, hogy pontot tegyen az ügy végére, és Nabál tulajdonképpen kivette az egyenletből tíz nappal később. 39, és amikor Daud meghallotta, hogy na meghalt, mondta, áldott legyen Jahu, aki bosszút állott na bálon az én gyaláztatásomért, és szolgált visszatartotta a gonosztól, na bá gonoszságát pedig visszafordítál Jahu az ő fejére, és elküldte Daudot. Daud, és izent abig élnek, hogy elvenni őt feleségül. Úgyhogy úgy tűnik, mint egy happy end, azért, mert az. Mert Jahua úgy működik, akkor, amikor ő jónak látja, megjutalmaz és megteszi azt, amit ő jónak lát, mert tudja, hogy mindennek megvan a maga ideje, és mindenért az életben meg kell dolgozni az emberek, és, és mindenki azt kapja, amit megérdemel. Úgyhogy mindenki olyan szituációban van, amilyen szituációban van, azért, mert olyan döntéseket hozott, amilyen döntéseket hozott. És aki még ezt hallgatja, aki még az utat akarja járni, az még mindig megkapta az esélyt arra, hogy megmásítsa az életét, és jobb útra terelje. Az egyetlen dolog, amit tennie kell, az az, hogy alázattal és engedelmesen járja az utat mindaddig, amíg csak tudja, és amíg lehetősége van rá. És hagyja, hogy a teremtő legyen az, aki elmozdítsa az útból a a problémákat és az akadályokat, és ő el fogja mozdítani, mikor ő jónak látja. Ugyanúgy, ahogy megtette azt. Hiszen nem csak hogy igazságot szolgáltatott Dávidnak, hanem megakadályozta azt, hogy bűnt kövessen el, és Abigél is megszabadította nabáltó. Csak mindenkinek meg kellett érte dolgoznia. Hiszen abigélnek vállalnia kellett azt, hogy megszabadulhatna, de nem tette, mert ez volt az igazút. Dávidnak vállalnia kellett az, hogy megalázza magát a szolgáló előtt, és elismerje azt, hogy ő rossz úton járt. Nabának meg egyszerűen csak azt kellett csinálni, mint egy, amit egy bolond csinál. És türelmesen mindenkinek várnia kellett arra az időre, ami eljött akkor, amikor Jehova azt gondolta, hogy itt az ideje és látta, hogy mindenki, aki részt vesz ebben, megérdemli azt, amit kap. Türelmes volt Nabállal szemben, türelmes volt abigail és türelmes volt Dávida, megvárta, hogy ki mit reagál, ki mit tesz, ki mit érdemel. 40 elmenének ezért Daúd szolgálja Abigailhez Karmelbe és beszéljenek vele, mondván, út küldött minket hozzád, hogy téged elvegyen feleségül. Ő pedig feláll, meghajtotta magát arccal a földre, és mondta, ímé e a te szolgáló leányod, szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábait. Az a kérdés, hogy vajon. ki az, akiben van ilyenfajta alázat férfi vagy nő, teljesen mindegy. Aki hajlandó lett volna ezt mondani, hogy szolgáló leányod, szolgáló lesz, és mossa a szolgáknak a lábait. Biztos vagyok benne, hogy Abigail tudta azt, amit amit nagyon kevesen tudnak, az pedig az, hogy mindannyian hogy a huát szolgáljuk azzal, amit teszünk. Teljesen mindegy, hogy, hogy milyen jelentéktelennek tűnik, vagy milyen nehéz, vagy milyen fárasztó, vagy milyen unalmas, vagy, vagy mi hogy érezzük magunkat. A lényeg az, hogy ha, ha észrevesszük azt, hogy amit teszünk, azzal segíthetjük másoknak a hozzávaló közeledését, illetve ennek az egésznek, ennek az egész igazságnak a terjedését, de legfőképp, ha saját magunkat az úton tarthatjuk, akkor ez egy nagyon fontos dolog. És ő azt értékeli, és akkor mindenkinek az, mindenki rájön, hogy az ő élete igenis fontos. Nem azért, amit itt tesz, vagy történik, hanem azért, mert a hua útját jár, és úgy él, ahogyan a teremtő azt Elvárja és meghatározta. Ez az egyetlen célja az életnek, tulajdonképpen. De hogy ne csak én mondjam ezt, ez Prédikátor könyve, és 13. részben, miután mindezt meghallgat az egész könyvet, ebben lehet összefoglalni. Az egész könyv ugye maga az írás: tisztelt és fél, elok hímed, pedig engedelmeskedj. Ez az ember legfőbb dolga hiszen Elohim meg fogja ítélni az emberek összes jó és rossz tetteit, még azt is, amit titokban vittek véghez. És na Ba és Dávid története nagyszerű példa erre, hogy azok az emberek, akik tudják ezt és úgy is cselekszenek, azok a végén majd elnyerik a jutalmukat, hanem is itt, akkor a következő életben. 42. Abigél sietve felkel és felült a szamára, és az ő öt szolgáló lánya, aki körülötte Valának, és elment Daud követei után, és az ő feleségelőn, A Hionát is elvevé Daud Jezreelből, és mind a kettő felesége néki Saul pedig az ő lányát, Mikát, Daud feleségét Páténak, a Lais fiának alá, akik a limbo való volt. Ugye Saul egy egész más vonalat képviselt ennek az ellenkezője volt, de az most nem is téma igazából. Amit szerettem volna, az, az remélhetőleg kiderült azoknak, akik, akik figyelnek, és akik valóban az igazságot keresik, és a útját szeretnék járni. Ha mindenki csak annyit tanult ebből a fejezetből, mint amennyit én, az nagyszerű, és remélhetőleg még át fogjátok ezt tanulmányozni, és értető volt az, ami az üzenete, legalábbis ami az egyik üzenete volt, az pedig az, hogy az igazról Jahua nem veszi le a szemét. És segíti, de nem feltétlen minden akkor történik, és úgy, amikor mi azt szeretnénk. Ő az, aki tudja, hogy nekünk mi a jó, minket kell keresztül menni ahhoz, hogy eljussunk a következő fokozatra, hogy, hogy egyrészt Megtudja, hogy valóban őt keresük az ő útját járjuk-e, másrészt pedig, hogy egyáltalán értékelni tudjuk, fel tudjuk fogni azt, és a mi fejlődésünket szolgálja. Úgyhogy mindazok számára, akik ilyen kapcsolatban vannak, ez szerintem tanulságos lehet, ugyanúgy, ahogy mindig, a hua az. Akihez fordulniuk kell tanácsért és segítséget, és én értem, hogy ez nem egyszerű, de igazából senkinek nem egyszerű. Mindenkinek másért nehéz, mindenkinek megvannak a saját maga problémái, valakinek lehet, hogy kevesebb, valakinek több, azonban a lényeg az, hogy mindannyian felelünk a saját döntéseinkért és jó, ja, megbocsát, és segít minket, de meg fogja várni azt, hogy megtanuljuk a leckét, és utána fog minket tovább mozdítani. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat kívánom, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!